Bajpulai Viktória klasszikus balettet tanító táncpedagógus és Tormáné Gutta Anikó hordozási tanácsadó közös ötletéből valósult meg a Szendergő. A Szendergő egy babamama művészi mozgásforma, aminek a lényege a művészi mozdulatoknak az összekapcsolása lényegében ugye a klasszikus zenével, és hát magával a ténnyel, hogy az édesanyán van a gyermeke, és így együtt mozognak. Tíme a két kisfiával, a 21 hónapos Mátyással és a 3 hónapos Lackóval érkezett a Szendergőre. A mozgás és a zene hatására a 30 perces foglalkozás alatt a gyerekek egy része, ahogyan Lackó is, valóban elszenderedik. Több ilyen gyerekprogramokkal járok a fiúkkal, és szerettük volna ezt is kipróbálni, mert fontosnak tartom a mozgást, a zenét, hogy minél előbb megismerkedjenek velük a gyerekek, és hát nagyon élvezi. A mozgáson kívül az anyukák a helyes hordozás alapjairól is tájékozódhatnak a Szendergőn. Magának a hordozásnak számos előnye van, jó hatással van a gyermek idegrendszerére. Fontos kiemelnünk, hogy nem a kenguruban való hordozásról beszélünk, hanem az ortopédiailag helyes hordozásról beszélünk. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogyha anyuka bizonytalan, és már pedig el tud veszni a hordozóeszközök tárházában, nagyon el lehet veszni, mindenképpen fontos, hogy vagy egy tapasztaltabb anyukával, vagy pedig egy hordozási tanácsadóval konzultáljon vagy beszélgessen. A megfelelő eszköz kiválasztásához figyelembe kell venni az életkort és a mozgás fejlődési szakaszt is.